A belső figyelések során végrehajtott dokumentálás eszköze a fényviszonyoktól függően lehet álcázóba épített infrafilmes, illetve normálfilmes fényképezőgép. Ilyen például a robot típusú, amelynek expozíciós ideje fél másodperctől 500 másodpercig állítható. Objektívje 3,5-es fényerejű, 4 méter távolságra rögzített. Az exponálás előtt ellenőrizni kell a számlálót. A gép háromszori felhúzással 50 felvétel készítésére alkalmas. Képmérete 24x24 mm. A Neceser típusú álcázó mechanika a belső fotózás céljára készült. A fotógép objektívje csak az exponálás pillanatában válik szabaddá. A gépen még az álcázóba helyezése előtt be kell állítani az expozíciós időt, a belső fényviszonyoktól függően 1/4 vagy 1/5 másodpercre. A felhasználás céljától függően a robot típusú gép autós táskába is beszerelhető. Az alkalmazás leggyakoribb hibája. A belső figyelések során a hasonló álcázóba épített eszközök egyidejű alkalmazása dekonspirációs veszéllyel járhat. A gyakorlati példánkban a célszemély kapcsolataival egy presszóban találkozik. Feladatunk, hogy együttlétüket dokumentáljuk. A presszóba érkező figyelőpár olyan asztalhoz ül, ahonnan mindvégig figyelemmel kísérhetik a személyek tevékenységét. Magatartásuk, viselkedésük a presszó többi vendégéhez hasonló. A felvételeket felváltva készítik. A figyelők jó elhelyezkedése, valamint a legalizáltan alkalmazott eszközök biztosították a feladat eredményes végrehajtását. Ezt követően a személyek távozásáig a presszóban maradnak. Folyamatosan figyelik azok tevékenységét, magatartását, valamint a beszélgetés közben megnyilvánuló reakcióikat. A belső figyelés során végzett dokumentálás eszköze a Tessina L típusú fényképezőgép. Méter távolsága 40 cm-től a végtelenig. Objektívje 2,8-es fényerejű, 22-es blendéig állítható. Az expozíciós idő 1 másodperctől 500-ig változtatható. A vaku kapcsolót X jelzésre kapcsoljuk még a szinkron zsinór csatlakoztatása előtt. Háromszori felhúzással 20 felvétel készíthető. Infrafilm betöltésével és az átalakított Rolley 128 típusú vaku felhasználásával kedvezőtlen fényviszonyok mellett is megbízhatóan működik, amennyiben az expozíciós időt 125-re, a fényrekeszt 2,8-re, a távolságállítót pedig 4 méterre állítjuk. A szinkronzsinór csatlakoztatása után kapcsoljuk be a vakut és próbáljuk ki az eszközök együttes működését. Thank you.
Nézzük meg a női retikülvel épített infravakuval kombinált Tessin a fotógép alkalmazását. Az operatív szerv tájékoztatása szerint a figyelt személy az éjszakát nőismerősével egy bárban fogja tölteni. Feladatunk, hogy együttlétüket dokumentáljuk. A célszemély előre lefoglalt asztalának közelében helyezkedünk el. Öltözködésünkkel, viselkedésünkkel alkalmazkodunk a hely sajátosságából adódó követelményekhez. A fotózást asztalra helyezett álcázott géppel végezzük, ügyelve arra, hogy a táska elhelyezése és levétele minden esetben legalizálva legyen. A felvételek készítése közben vegyük figyelembe az asztalaink között ülő személyek tevékenységünket korlátozó mozgását. A feladat eredményes végrehajtása érdekében több felvételt készítünk. Mivel a figyelés kizárólagos feladata a meghatározott esemény dokumentálása volt, a felvételek elkészítése után távozhatunk.